Immáron 3 hónapja folyamatosan érkeznek az adományok a különböző országokból, szervezetektől a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat raktárába, nagy részt a magyar máltai szeretetszolgálaton keresztül. A szervezet mintegy közvetítő szerepet játszik az adományozók és fogadók között. A szeretetszolgálat adománygyűjtésben, logisztikában, valamint stratégiai kérdésekben szorosan együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Máltai Lovagok Szövetségével is, akik most is hatalmas erőket mozgatnak meg, hogy segítsék a szervezetet és rajtuk keresztül a rászorulókat. A szervezet másik legfőbb támogatójaként a németországi Csilla von Boeslager alapítvány is jelen van. Jelenleg Beregszászon a Máltai Szeretetszolgálat logisztikai központjában épp a segélyszállítmányok kivitele, célirányos szállítása történik. Pillanatilag Kárpátalján lévő kistérségekbe szállítunk, ahol menekülteket látnak el, illetve olyan intézmények vannak, ahol menekültek vannak elszállásolva, főznek rájuk, valamint magánszemélyeknél is vannak menekültek, és ők nekik segélycsomagot igyekszünk biztosítani. Ezeket az adományokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül kaptuk, illetve természetesen nem csak ők, hanem Romániából, Olaszországból és máshonnan is érkeznek hozzánk a segélyszállítmányok. Eddig több mint 200 szállítmányt indítottunk el különböző helyekre. Tehát nem csak Kárpátaljában, hanem a Hágon, Túlba is, Lemberg, Ivano-Frankovszk, Kijev, Harkov. Tehát rengeteg hely van, ahova igyekszünk eljutni és eljuttatni a szállítmányainkat.